Tudjátok, az a ChatGPT, amely mesterséges intelligencia generál szöveget, és vele tudunk csetelgetni, kérni bizonyos feladatokat ezzel meg azzal kapcsolatban. Úgyhogy elég izgalmas programban szó, annak ellenére, hogy vannak rengeteg hibái, mint például szokottam nem keveset füllenteni. De viszont van egy jó dolog ebbe a ChatGPT-ben, amire legutóbb nagyon-nagyon hasznos dologra használtam fel, az az, hogy valamelyest azért hozzákapcsolódik az itteni lakóhelyen található, úgymond otthoni internet kapcsolathoz, úgy gagyi, ahogy van, és nem véletlenül van az, hogy mostanság mobil internetet kellene használni, mert picivel húzamosabb ideig fogok itt maradni azért a tervezetnél. Na de nem szeretném ezt forszírozni nektek. Volt olyan esemény New Yorkban valahol, amely élőben közvetítették korábban, amiről persze lemaradtam, viszont videó díjban, vagyis hát olyan, mint a Netflix, vagy minek mondjam. Na, a lényeg az, hogy videó formájában, nem élőben, korábbi élő adást meg lehetett nézni, de úgy szintén ugyanennyiért, pénzért, körülbelül $6 kellett fizetni. Azért az bizonyos eseményhez való csatlakozásai, meg fene. Szóval ott tartottunk, hogy bizonyos időhatárig lehetett csak nézni ezt a videót, hát 3 napig rá a jegy megvételtől szállta, és hát eléggé pocsék volt ez internet, megmondom az őszintét. És egyébként ez a internet kapcsolat az ugye jó indikáció arra, valamit, valahogyan vissza kell szerezni ezt a $6, igen. Mert hát, ha bár megdolgoztunk érte, akkor na, kérjük vissza, mert nem tudjuk megnézni az élő adást. Azt hallottam, hogy valakinek meggyűlt a Egyesült Államokban az internet szolgáltatásával többet kellene fizetni, mint amennyit kellene. Nem tudom ezt a részletes történetet, de a lényeg az, hogy a ChatGPT segítségét hívta, segítségét vette igénybe mondhatni, és mindenfajta dolggal kapcsolatban a ChatGPT az ugye alkudozott az internet szolgáltatóval is, biztos jobb árat vagy jobb szolgáltatást kaphatott az illető szerintem, ugyanennyit vagy kevesebbet fizethet, nem tudom a történetet, de ezen felbuzdulva tényleg kértem én is a ChatGPT-nek a segítségét a jegy visszatérítésben, természetes mindezt angol nyelven, ugyebár fontos megemlíteni, hogy a ChatGPT bár jól tud magyarul, viszont jobban tud működni angol nyelven, és egyébként, ha bár egy New York-i eseményről van szó, akkor ez igen, persze angol nyelven kommunikálnak egymást, meg ilyenek, hogy mindezt, mindenfajta beszélgetés angol nyelven borítottam le a ChatGPT-vel. Szia, szeretném visszaigényelni a jegynek az árát az időkorlátos videó díjmond videóra. Benyújthatok visszatérítés igényt, mert nem vagyok megelégedve a benne szereplő darabokkal, nincs is időm többször megnézni, és jelenleg gyenge az internet. És igen, a refunding, vagyis a visszatérítés az ugye lehetséges opció volt, mert hát a kapcsolati fülön. Hát volt egy kis húzavona a ChatGPT. Sajnálattal hallom, hogy nincs megelégedve az időkorlátos videó on demand szolgáltatással, és problémákat tapasztal az internet kapcsolattal. Sajnos mesterséges intelligencia nyelvi modellként nem férek hozzá konkrét információkhoz az egyes VOD szolgáltatók szabályzatairól és eljárásairól, illetve a vásárlás feltételeiről. Néhány általános útmutatást azonban tudok adni az ügyben. A legtöbb esetben a VOD szolgáltatók saját visszatérítési szabályzattal rendelkeznek, amelyek a visszatérítési kérelem okától és a kérelem időzítésétől függően változhatnak. Ezeket az irányelveket általában a szerződési feltételek vagy a szolgáltató webhelyének visszatérítési szabályzata ismerteti. Ha visszatérítést szeretne kérni, azt javaslom, hogy forduljon közvetlenül a VOD szolgáltató ügyfélszolgálati csapatához, hogy megbeszélje konkrét helyzetét, és érdeklődjön a visszatérítési igény kezdeményezésének folyamatáról. Ők képesek lesznek megadni a vonatkozó információkat, és végigvezetik a visszatérítési folyamaton.
Amikor felveszi a kapcsolatot az ügyfélszolgálati csapattal, készüljön fel arra, hogy megadja a vásárlás részleteit, beleértve a vásárlás dátumát, a videó vagy sorozat címét, és minden olyan releváns információt, amely segíthet a kérés felgyorsításában. Ezen kívül elengedhetetlen, hogy udvarias és türelmes legyen az ügyfélszolgálati csapattal való kommunikáció során, mivel nagyobb valószínűséggel fognak segíteni, ha nyugodtan és tisztelettudóan közelíti meg a helyzetet. Remélem, hogy ez az információ hasznos, és sok szerencsét kívánok visszatérítési kérelme megoldásához. Később megírtam, átmásoltam egytől egyik a műsornak a címét, illetve a teljes leírását. Miről van szó? Nos, írt egy sokkal rövidebb összefoglalót már, hogy ez milyen jó, sodálatos. Ez az esemény, amely a lőtély kutyát sem érdekelte. Mindenféleképpen arra kértem a ChatGPT-t, hogy írjon egy levelet a visszatérítéssel kapcsolatban. Mindenféleképpen akartam visszatérítést. A mesterséges intelligencia nyelvi modelljeként egy mintalevéllel tudok szolgálni, amelyet személyre szabhat, és szablonként használhatja az előbb említett műsor neve visszatérítésének kéréséhez. Előadás. Kérjük, vegye figyelembe, hogy meg kell adni a saját személyes adatait, és szükség szerint módosítania kell a megfogalmazást az ön sajátos körülményeinek megfelelően. Tisztelt ügyfélszolgálati csapat. Azért írok, hogy visszatérítést kérjek az említett műsor neve vásárlásáért előadás. Nemrég vettem jegyet a rendezvényre, de sajnos nem voltam megelégedve az előadással, és nem érzem úgy, hogy megérte az ár, amit fizettem. Továbbá technikai nehézségekbe ütköztem a műsor élő közvetítése során, ami miatt nem tudtam teljes mértékben élvezni. Annak ellenére, hogy megpróbáltam elhárítani ezeket a problémákat, nem tudtam megoldani őket, és ez jelentősen befolyásolta a műsorral kapcsolatos általános élményemet. Ezért szeretném kérni a vásárlásom teljes összegének visszatérítését. Tudomásul veszem, hogy a visszatérítésekre az önvállalatának irányelvei és eljárásai vonatkoznak, és örömmel adok minden további információt vagy dokumentumot, amelyre szüksége lehet a követelésem feldolgozásához. Köszönöm, hogy megtisztelte ezzel az üggyel, és várom, hogy hamarosan jelentkezzen. Tisztelettel! A neved... Ebben kellemeset csalódtam a ChatGPT-ben. Olyan jó, diplomatikus, egyrészt nagyon kicsi rész sablonos, de nagyrészt egyedi levelet írni ezzel kapcsolatban. Hát bele kellett másolni, csak a nevemet kellett átírni, fentől le, bevált a terv. Csupán annyi kellett, hogy 10 percet töltsek el a ChatGPT-vel, és hoppá, tessék! Itt van, né aranyapám, így kell ezt csinálni, gyerekek, hogy valami jó kis diplomatikus beszélgetést folytathassunk a másik féle, bármilyen fajta szolgáltatással kapcsolatban esetleg. Hát szerintem, hogyha esetleg mondjuk valami mondjuk az internet kapcsolataitokkal, ti lakóhelyeteken, akkor írtok a ChatGPT-nek, és a ChatGPT ír neki. De pontosabban úgy ír neki, hogy neked kell átmásolni a, szerintem az e-mail címet, vagy a levélből, vagy nem tudom hova, néhány dolgot azért át kell írni, és akkor tökéletes. Úgyhogy szerintem próbáljátok ezt a ChatGPT-t, ne kérdezzetek nagyon olyan dolgokról, történelmi emberekről, nagyon nagy hírességekről, pláne magyarokról, mert sokat tud hazudni, például Bozsér Robertről, az igen. Minden esetre elég ígéretes az egész ChatGPT-s dolog. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett a videó, akkor mindenféleképpen lájkoljátok, osztjátok meg. Iratkozzatok fel a csatornámra, hogy kaphassatok minél hamarabb újabb tartalmakat. Bizony, bizony! Ha szeretnétek kisebb összeget támogatni engem, megkérnek ti, költök csak teheti, akkor kérem, szálljatok be a finanszírozásba, támogatási linket is megtalálhatjátok a leírásban, akár itt, illetve a további linkjeimért. Nézzétek meg ezt a linket! Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, szevasztok!